Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Műegyetem Fizika Intézetének nagy előadójában. Kocsányi tanár úr az operatőröm, úgyhogy ha valamiről lemaradnak, akkor Kocsányi tanár az operatőr, ha valamiről lemaradnak, akkor őt tessék szidni. Egyébként pedig sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai napon elektrostatikai kísérletekkel fogunk foglalkozni. Az elektrostatikai kísérleteknél én mindig avval szoktam kezdeni a mesét, hogy már az ókori görögöknél is Milétoszban élt Thalész, aki észrevette azt, hogyha borostyánt követ, amit egyébként görögül elektronnak hívnak, hozzádörzsöl a tógájához, akkor ez a megdörzsölt borostyánkő kisebb madárpihéket meg tud mozgatni, föl tud emelni. Szerintem többen játszottak annak idején, én gyerekkoromban nagyon szerettem azzal játszani, hogy ilyen apró papírfecniket tépkedtünk, és egy megdörzsölt vonalzóval ezt meg lehetett mozgatni. Hát én most egy üvegbotot fogok használni, amelyet szilikongumival dörzsölök meg, és figyeljék meg, azt látjuk, hogy a rövid idő alatt ugye taszításba megy át ez a vonzás, tehát magához ragadja ezt a vattadarabot. A vattadarab egy darabig ott van, és utána taszítás alakul ki. Ugye, annak idején a görögök azt mondták, és ezt nem ellenőrizték le, és ez egy öreg hiba volt, hogy a madárpihét lerakta az asztalra, Thalész megdörzsölte a dolgájához a borostyádarabot, fölemelte, és a fölemelés után egy idő után leesett. És azt mondták, hogy az elmélet az úgy néz ki, hogy a borostyánkő elfáradt. Valójában nem ez történik, ebből a kísérletből is látjuk, hogy megdörzsölöm, közelítek hozzá, magához vonza, majd egy idő után eltaszítja. Ha ezt a kísérletet nem egy madárpihével végezzük el, hanem egy alumíniummal, akkor ez a várakozási idő lényegesen kisebb lesz. Figyeljék meg, hogy pillanat alatt megtörténik a taszítás, és hát ma már tudjuk, hogy az elektromos töltések átvándorolnak erre a fölfüggesztett darabra, és akkor ezek az elektromos töltések az azonos előjelű töltések taszítása miatt alakul ki ez a taszító kölcsönhatás. Tulajdonképpen a dörzs elektromossággal sokan foglalkoztak. Azt kell mondani, hogy már a középkorban megnézték, hogy különböző anyagokat összedörzsölve milyen előjelű töltés alakul ki, de hogy ezt az előjelet ezt megmagyarázzuk, akkor nézzünk erre is egy kísérletet. Itt van nekünk egy ebonit rudunk, amit macskaprémmel fogok megdörzsölni. Így. Amikor ezt az ebonit rudat macskaprémmel megdörzsöltem, akkor beteszem ebbe az ingaszerű felfüggesztésbe. Így. És egy másik ebonit rúddal, amit ugyancsak macskaprémmel fogok megdörzsölni, fogunk közelíteni hozzá. Ide teszem ebbe az irányba, megáll az ebonit rúd, és szép lassan elkezd forogni. Másik oldalra teszem, lelassul, megáll, és elindul ellenkező irányba. Ez azt jelenti, hogy a két ebonit rúd között taszító kölcsönhatás van. Abban az esetben, hogyha az üvegbottal kísérletezünk, mert az elébb, itt is meg lehet tenni azt, hogy megfordítjuk a forgásirányt, csak most figyeljék meg, hogy most vonzással. Ez azt jelenti, most már látjuk, hogy pozitív és negatív töltéseink vannak, és ezek a pozitív és negatív töltések okozzák mindezeket az erőhatásokat. Hogy tényleg van pozitív és negatív töltés, meg tudjuk mutatni egy nagyon izgalmas szerkezettel. Ezt a szerkezetet az ember bekapcsolja, és van itt egy reszetelő gomb, reszeteljük, és akkor azt lehet mondani, hogy veszem az ebonit, vagy az üvegbotot. Ezt az üvegbotot, hogyha fogom, és közelítek megdörzsölt üvegbottal, akkor pirosan fog jelezni. Azért, mert az üvegrudunk megegyezés szerint, hogyha ebben dörzsölök, akkor pozitív lesz. Amivel dörzsöltem, azt érdemes megnézni, az viszont negatív lesz. Tehát itt valójában nem töltéseket gyártunk, hanem egy kezdetben két semleges töltésű testet összedörzsölve, szeparálódnak rajta a töltések pozitívra és negatívra. Szerintem szépen látszik. Ugyanezt meg lehet mutatni az ebonit rúd és a macskaprém esetén. Ebben az esetben
Az ebonitrúd lesz negatív, a macska prém, hát az nem nagyon szokott látszani rajta, hogy pozitív, mert előbb-utóbb elveszti, de amit szeretnék ezzel megmutatni, hogy ha megdörzsöljük ebben a macska prém után ebben a nejlon zacskóval, és kellően jól megdörzsöljük, akkor ebből pozitív lesz. Ugye ez előbb láttuk, hogy negatív, tehát ez nem azt jelenti, hogy amikor megdörzsölünk valamit, akkor az ebonitrúd az negatív, hanem azt kell mondani, hogy mivel dörzsölünk. Ez nagyon sokat számít. Éppen ezért aztán Alessandro Volta volt az, aki többek között azon kívül, hogy föltalálta a róla elnevezett Voltaféle cellát, meg az abból épített Voltaféle oszlopot, azzal is foglalkozott, hogy sorba rakta a szigetelő anyagokat. A sor az elektrostatikus, dörzselektrostatikus sor. A testek az egyik a negatívból a pozitívig rakta őket sorba, és hogyha kiveszünk két darab testet, akkor a sorban elfoglalt helyéből előre meg fogjuk tudni mondani, hogy milyen lesz a töltése. Ugye itt látjuk a macskaprémet, és ezt mindig szoktam mondani, az az ebonitród, amit macskaprémmel dörzsölünk meg, az negatív lesz. Ha most megnézi valaki ezt a Galilei-féle, vagy a Voltaféle elektrostatikus sort, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a nyúlprém és a macskaprém között található az ebonitrúd, tehát hogyha nyúlprémmel dörzsük, vagy macskaprémmel, pont ellenkező irányba töltődik. Ez persze olyan, hogy nem nagyon fontos, de nevetséges, vagy mulatságos, és általában ezért is meg szokták jegyezni az emberek. Tehát az, hogy mivel dörzsölünk, az eldönti, hogy melyik testnek milyen lesz a töltése. A fizikusoknak kedvenc szórakozása, hogy ha már egy jelenséget ismernek, azt elkezdik kutatni, és ennek a kutatásnak valamilyen eszközeit kell nézni. Azt, hogy egy elektromos állapotot ki tudjunk mutatni, ahhoz az elektroszkópot szoktuk használni. A szkopej, ugye latinul, az annyit tesz, mint hogy kimutatni valamit, tehát az elektromos töltöttséget kimutató eszközről beszélünk. Érdemes megnézni. Ide tesszük a töltött testet, és akkor az elektroszkóp mutatja a töltött állapotot. Nézzük meg, hogyan működik az elektroszkóp. Hát az elektroszkópnak van egy fém kerete, általában ezt le is lehet földelni, ha nagyon akarjuk, akkor itt le is lehet földelni, ezekhez az egyszerűbb kísérletekhez ez nem szükséges. Ettől a fém kerettől el van szigetelve, szigetelőanyagokkal ez a fém tányér. Ez a fém tányér galvanikus kapcsolatban van a mutatótartóval, és abban benne található a mutató. A mutató, a mutatótartó és a fém tányér az együttesen egy fém egységet képeznek. Abban az esetben, hogyha elektromosan töltötté tesszük a tányért, akkor minden egyes részre elektromos töltések fognak vándorolni, és a mutatótartón és a mutatón levő töltések taszítása okán fog ez elfordulni. A mutatónk úgy van megcsinálva, hogy ez a felső része egy kicsivel rövidebb, mint az alsó része. Nézzék meg, hogy mutatom a működésnek az elvét, tehát megkeressük, hogy itt van körülbelül a tömegközéppontja. A tömegközépponttól egy kicsit odébb megyünk, és így függesztjük föl. Ebben az esetben beáll ez függőlegesbe. Amikor elektromosan töltött rész, ez a töltés, meg ez a töltés taszítja egymást, akkor el fog fordulni. Kisütjük, akkor beáll függőlegesbe. Ez az elektroszkóp működésének az elve. Az elektroszkópon kívül használunk még elektrométert is. Az elektroszkóp és az elektrométer között a lényegi különbség, hogy itt egy skálát tanálunk. Abban az esetben, hogyha én közelebb jövök a kamerához, esetleg a Kocsányi tanár úr is rá tud erre a részre zoomolni, akkor látjuk, hogy ez a skála voltokban, tehát itt a végkitérésre, ha jól emlékszem, 5000 voltnyi feszültség van, tehát gyakorlatilag a mértékegységét is meg tudjuk mondani annak, hogy mit mutat a mérőműszerünk. Tehát az elektroszkóp és az elektrométer. Elektroszkóp, elektrométer, és akkor a következőkben, ami számunkra izgalmas lesz, tehát itt vannak az elektroszkópunk, meg az elektrométereink. Rögtön ezek után pedig szeretnénk tudni a hatásról valamit mondani. Praktikusan szeretnénk megtudni, hogy mekkora erő hat testek között. Azt, hogy mekkora az elektrostatikus erő, nagysága, és hogyan kell ezzel bánni, az tulajdonképpen
Kulomb volt az, aki egy zseniális műszer segítségével kezdte kutatni. Itt van az úgynevezett Kulomb-féle mérleg. A Kulomb-mérleg, hogyha majd nyugalomba kerül, tehát amikor az asztalra leteszem, akkor még mindenféle lengéseket végez ez a torziós szál. Tehát a Kulomb-mérlegünknek az összeállítását szeretném megmutatni. Itt van ez a hosszú vékony cső, ebben a hosszú vékony csőben egy nagyon hosszú vékony torziós szál található. A torziós szál ezen a végén itt függőlegesen rögzítve van, tehát mereven van rögzítve. A torziós szálnak a másik vége pedig hozzá van kötve ehhez a szálhoz. Talán ha elfordítom óvatosan, akkor mindenki fogja látni, hogy ez a szálhoz. Ez a szál egy balanszot tart, tehát cigetelő anyagból van, a végén található egy rész gömböcske, és ellensúlynak pedig egy ólom darab. Valami gond van a közvetítésben? Az mit jelent, hogy fordít? Akkor megyünk tovább, Laci, ez a Teams-es probléma. Jó. Na, tehát akkor az a lényeg a dolgoknak, térjünk vissza a Kulomb-mérleghez. Akkor a Kulomb-mérlegben van egy vékony, hosszú torziós szál. A torziós szálon lóg ez a kétkarú rész. Az egyik végén egy gömb, a másik végén egy ellensúly, maga a pálca az egy szigetelő anyagból, üvegből van. Az a lényeg a dolgoknak, hogy amikor én szépen ide fordítom, akkor azt fogjátok látni, hogy ez a torziós szálunk, tehát ez a vékony szál legyen ez, ez a vége fixen meg van fogva, és hogyha ezt így elcsavarjuk, ezt a másik végén lógó pálcát, akkor az fog történni, hogy meg fog feszülni egy úgynevezett szögelfordulás lesz a két vége között. Amikor elektromosan megtöltjük majd ezt a gömböt, akkor ez a gömb elektromosan töltötté válik, át fogja adni a másik gömbnek a töltésének egy részét, tehát a két gömb azonos nagyságú töltést fog megkapni, és a kialakuló taszítóerő, talán láttuk, hogy a pozitív vagy a negatívak között taszítás van, az azonos neműek között taszítás van, el fog szépen mozdulni ebbe az irányba, el fog fordulni, ahogy a torziós szál engedi. Akkor lesz nyugalom, hogyha a torziós szálnak a visszatérítő nyomatéka és a két erőnek a taszító ereje egyensúlyba kerül. Hát, hogyha esetleg nézzünk erre egy egyszerű rajzot, akkor ezt szeretném szépen megmutatni. Itt van a torziós szálunk, itt, így, és ez a torziós szál, ez itt rögzítve van, fixen meg van fogva, és ennek eredményeként itt van rajta az üvegpálca. Az üvegpálcán van egy kis R-sugarú golyó, tehát egy kis R-sugarú golyó, itt egy ellensúly, azért, hogy ez vízszintesen álljon, és ez is úgy van megfogva, hogy össze van mereven kötve. Ugye akkor, amikor ez terheletlen, akkor ennek a szál egyenes, az éppen egyenes. Amikor ezt elfordítjuk egy fűszöggel, mondjuk ebbe az irányba, akkor ez a szál, ez gyakorlatilag egy ilyen csavarvonalat fog fölvenni, és akkor elmondhatjuk, hogy a torziós rugómerevség fog a két erővel vagy a két golyó közötti erővel egyensúlyt tartani, tehát van itt egy nagy R-sugarunk, nagy R, ugye itt lesz, ebben a pontban fog hatni az erő, akkor az erőnek és a nyomatékát azt most már meglátjuk, hogy miből lehet kiszedni, és akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a torziós rugómerevség fog egyensúlyt tartani, vagyis azt mondhatjuk ki, hogy a torziós rugómerevséget D csillaggal veszük, ezt megszorozzuk a fi szögelfordulással, ez a nyomaték fog egyensúlyt tartani azzal az erővel, amit itt tapasztalunk. Na most, nézzük a működését. Elektromosan töltsük föl a fix golyót, ugye a két golyó összeér, és akkor meg fogja a két test között osztódni a fölvitt töltés, és mind a két töltés
Ugye erre is Q1, meg a fixen állóra is Q1 töltés kerül, és akkor a lengések lecsillapodás után megáll a kulommérlegünk, és nyugalmi helyzetbe kerül. Már tudjuk a fi-szög elfordulást, tudjuk, hogy mekkora az elfordulás, vagy pontosabban mekkora erők, vagy mekkora nyomaték kellett hozzá, és akkor ez az alap, innen indulunk ki. Most azt megcsináljuk, hogy a golyót, ami itt áll, ezt kisütöm, így, megszűnik a két test között a vonzó erő, és akkor a torziós nyomaték kifejti az hatását, a két golyó egy pillanatra majd össze fog érni, mondom, két golyó pillanatra össze fog érni, a kisütöttük, és utána megint megosztódik a töltés, a Q1 töltésből Q1 per 2 lesz, és a két Q töltés közötti távolságot fogjuk tudni leolvasni. Hát ez a kicsi, ez a távolság nagyon kicsi, ugye azt kell látni, hogy itt van egy szögbeosztás, ez a szögbeosztáson le lehet olvasni a szögeket, és akkor a szögekből és az így módon előállt nyomatéki egyenletből kettő darab szöget tudunk leolvasni, a kettő állapot egymáshoz képest független, egyenletrendszerben, hogyha ezt tesszük, akkor az egyenletrendszerből meg lehet mondani az erőtörvényt. Ugye azt az erőtörvényt, amit nagyon jól ismerünk már középiskolában, K-szor Q1 per Q2 per R négyzet, ez az erőnek az abszolút értéke. Ez az egyik lehetőség a mérésre, van ennél egy másik, nekem jobban tetsző mérést, megint csak azt csináljuk, hogy megtöltjük a két golyót, és a két golyó, miután a lengések lecsillapodtak, megint meg fog valamilyen fi-szögnél állni. És most nem azt fogjuk csinálni, hogy kisütöm azt a golyót, hanem azt fogjuk csinálni, hogy ezt a felső részét valamekkora fi-szöggel el tudjuk fordítani. Abban az esetben, ha kellően közel tudunk ide hajolni, akkor meg lehet azt nézni, hogy van egy álló rész, meg egy mozgó rész, forgó rész, és hát meg tudjuk mondani, itt egy szögleolvasásra is lehetőség van, és akkor az azt jelenti, hogy én most fi szöggel elfordítom, tehát megfeszítem kívülről ezt a torziós szálat, és azt hiszem nagyon jól látszik, hogy a torziós szál fogja magát szép lassan cammog, be fog valahova állni, és akkor még egy egyenletünk van. Még egy nyugalmi helyzetünk, amivel ezt le tudjuk írni egy egyenlettel. Ha akarjuk, akkor még tovább tudunk menni, és egymás után több méréssel, egy mérés sorozatot csinálunk, különböző távolságok fognak kijönni, ugye ebből az R értékből, meg a fi szögelfordulásból meg fogjuk tudni mondani, hogy az álló golyó és az inga végén levő golyónak mekkora a távolsága, és akkor tulajdonképpen ebből a méréssorozatból ki fog jönni az a képlet, amit már az előbb is mondtam, ugye K-szor Q1 per Q2 per R négyzet, és ez gyakorlatilag a Coulomb mérleg segítségével tudtuk megállapítani. Coulomb volt az, aki elsőként rájött erre a torziós szálra, hogy egy zseniálisan jó mérőműszert lehet belőle építeni. Minél vékonyabb a torziós szál, annál precízebb mérés lehet vele végezni, illetve hát az is lehet, hogy ezt a szálat, ha nem tudjuk kellően vékonyra, akkor csináljuk hosszúra. Tehát a torziós szál érzékenységét, ezt a D értéket, ezt nagyon érzékenyre be tudjuk állítani, és nagyon precízen tudunk vele mérni. Nem tudom megállni azt, hogy el nem mondjam, hogy ebből a műszerből fejlesztették ki a gravitációs, a tömegvonzásnak a méréseit, és ugye ebben a legvégén a csúcsot az 5-ös Loránd tette föl az I betűre, pontosabban az I betűre a pontot, és hát gyakorlatilag egy olyan mérőműszer tudott kifejleszteni, mivel valami példátlanul precíz méréseket tudott csinálni. Tehát a Coulomb mérleg arra való, hogy meg tudjuk határozni a pontszerű töltések között erőhatásnak a képletét. Ugye ez egy nagyon izgalmas eszköz. Meg kell mondjam, hogy ez a Coulomb mérleg az egyik kedvenc eszközöm, már csak azért is, mert hát egy háború előtti eszközről beszélünk, és ami még, amint látjátok, jól működik. A következőkben meg fogjuk nézni az elektrostatikus megosztás jelenségét. Vegyünk kettő darab elektroszkópot. A két darab elektroszkóp mind a kettő ki van sütve,
Tehát mutatni éppen mind a kettő nullát mutat. Kössük össze ezt az elektroszkópot egy fémpálcával, amelynek szigetelő nyele van. És akkor így egy kiterjedt fémes testet tudtunk létrehozni. Ennek a kiterjedt fémes testnek a segítségével megnézzük, hogy hogyan lehet az elektromos megosztás jelenségét megérteni. Az első dolog, hogy veszünk egy elektromosan töltött testet, tehát én most megdörzsölöm ezt az üvegbotot, és az egyik elektroszkóphoz közel teszem, de csak annyira teszem közel az elektroszkóphoz, hogy biztosan ne tudjon innen erről az üvegbotról elektromos töltés átmenni erre a kiterjedt fémes testre. Abban az esetben, hogyha elveszem ezt az elektroszkóptól, akkor visszáll a nyugalmi helyzet. Ha a másik oldalra helyezem el, ugyanez a helyzet. Tulajdonképpen azt kell megnézni, hogy mi is történik. A fémes testekben az elektromos töltések nagyon könnyedén tudnak mozogni, erről már az elején annak kapcsán, hogy alumínium fóliával is kísérleteztünk, ezt már láttuk. Amikor én ide egy kiterjedt fémes, vagy egy kiterjedt testet teszek, amely elektromosan töltött, akkor az fog történni, hogy az üvegbottal megegyező töltésekre egy taszító erő fog hatni, és ezek a töltések abba az irányba mozdulnak el, a vele megegyező, ellentétes töltések pedig jönnek ide. Vagyis ezen a kiterjedt fémes testen elektromos állapotot tudunk létrehozni a külső térnek a segítségével. Most elveszem ezt a pálcát, és ha elveszem, akkor mindegyiknek megmarad a töltése. Az üvegbottól távolabb levő pálcát, vagy az elektroszkóphoz, ha közelítünk, akkor ez többet fog mutatni, mutatván, hogy a töltése ezzel az üvegbottal megegyező előjelű. Ehhez, ha közelítünk, akkor pedig azt fogjuk tapasztalni, hogy kisebbet mutat, mutatván, hogy a két test töltése, amit így módon az elektromos megosztás révén kaptunk, az éppen ellenkező előjelűek. Kisütjük, összekötjük a két elektroszkópot, és visszáll az eredeti helyzet, tehát végig az itt bent levő elektromos töltések segítségével hoztuk létre ezt a jelenséget. Az is nagyon fontos, hogy én most fogom, és ezt az elektromosan töltött elektromos töltés kijelző eszközt bekapcsolom, ide fölteszem, és majd a Kocsányi tanár úr biccentéssel, fejbiccentéssel fogja nekem elmondani, hogy tényleg az történik, amit megszoktunk. Ugye a két elektromos töltés jelző ellenkező színnel világít, hát köszönöm a bólintást, de ennélkül is kellett volna működjön, tehát a fizika kísérletek, azok nem elronthatók, illetve nagyon nagy ügyesség kell hozzá. Ha elveszem, akkor visszáll a kiegyensúlyozott állapot, a másik irányba teszem, akkor mindenki láthatja, hogy ez a kísérlet a megosztáson belül hogyan működik. Amit még érdemes megnézni ebben az eszközzel kapcsolatosan, az nem más, mint hogy ez az eszköz, ez egy nagyon kedves barátom, Szeder László tanár úrnak a kezemunkája, és tulajdonképpen jelen pillanatban Magyarországon tudnak csak ilyen eszközt csinálni. Úgyhogy ezúton is köszönjük a tanítás oltárán eltöltött időket. Az elektromos megosztásról, hogyha valaki föltesz a kérdést, hogy miért is kell nekem az elektromos megosztásról bármit is tudnom, hát tessék elgondolni azt, hogy van egy számítógépes alaplap. Ez a számítógépes alaplap tele van vezetékekkel, nagyon érzékeny félvezetőkkel, és az ember mondjuk leteszi ide a számítógépes alaplapot, mert szeretne a komputerét összerakni, neki gyűrközik a dolognak, leveszi a pulóverét, a pulóvere megdörzsölődik egy ingen, a dörzs elektromosság révén a pulóver elektromosan töltötté válik, ugye leteszem ide mellé, és megosztja ezt a elektromosan ezt az alaplapot, amikor leteszem az asztalra kisül, a töltések visszarendeződnek, és már nem érdemes beszerelnünk az elektromos, vagy a számítógépes alaplapot, mert ez az áram simán tönkre tehette.
Természetesen majd visszatérünk, hogy hogyan fogjuk ezt megmérni, de hogy ne felejtsétek el, hogy az elektrostatika nem csak a mindennapi taneszközökkel működik, ezért szeretném megmutatni, hogy van itt egy ilyen alumínium kanna. Ezt az alumínium kannát is meg tudjuk mozgatni, anélkül, hogy elektromosan töltötté tennénk, mégpedig az kell hozzá, hogy megdörzsölünk egy üvegbotot, közelítek hozzá, és azt hiszem jól látszik, hogy ezt meg lehet mozgatni. Ennek a kísérletnek az az értelme, úgy lehet megmagyarázni magát a kísérletet, hogy azt mondom, hogy itt van az asztal, ide elhelyezzük a sörös kannánkat, ide elhelyezzük a üvegrudat, amely pozitív töltésű, és akkor ennek a pozitív töltésnek a hatására az itt levő pozitív töltés, tehát itt levő töltések át fognak rendeződni, a pozitív töltések fognak a távolabbi oldalra kerülni, a negatív töltések kerülnek a közelebbi oldalra, tehát itt vannak a negatív töltések, és akkor mindenki beláthatja, hogy ez és ez közötti erő, az kisebb lesz, mint ez és ez közötti erő, és akkor ennek a két erőnek, tehát ami itt ebben az erőnek van, ennek a vízszintes irányú komponense fogja forgatni, illetve elgördíteni ezt a testet. Tehát, hogyha most ennek függvényében még egyszer megmutatom a kísérletet, mindenki érteni fogja, hogy hogy is néz ez ki. Tehát ide helyezem, ebbe az irányba tudunk erőhatást kifejteni, így meg a másik irányba tudunk erőhatást kifejteni. Természetesen a kísérlet, ahogyan szokták volt mondani, az elektromos megosztás révén fog létrejönni. A következőkben, ugye ismerjük az elektromos erőt, és akkor elhangzott az a bűvszó, hogy ennek a testnek, ennek a megosztás végző testnek van egy erőtere. Ezzel az erőtérrel fogunk egy kicsit beszélgetni, de mielőtt az erőtérről beszélgetünk, elektromosan töltött testek körül meg fogjuk nézni, milyen tér alakul ki. Szeretnék megmutatni egy elektrostatikus eszközt. Ez az elektrostatikus eszköz az úgynevezett Wim Hurst féle dörzselektromos megosztógép. Ez az eszköznek a neve. Így első ránézésre is, hogy mondjam, gondolatokat ébreszt a rengeteg beszerelt rész. Hát nézzük, hogy miből áll. Hát az első, a leglényegesebb dolog, hogy itt van két darab szigetelő korong. Ez a szigetelő az azt jelenti, hogy üvegből vagy műanyagból szokás elkészíteni. A korongokat egy mechanizmus segítségével tudjuk ebbe az irányba így megforgatni, és a jó szeműek fogják látni, hogy az egyik korong az jobbra forog, a másik pedig éppen ellentétesen, tehát hogyha szép lassan mutatom, akkor lehet látni, hogy a mechanizmus úgy van megcsinálva, hogy. Vannak úgynevezett elektromos ilyen átvezetők, kettő darab egymásra merőlegesen, itt vannak a leszedők, ehhez a leszedők, ezek csatlakoznak két darab úgynevezett leideni palackhoz, és ennek segítségével elektromos töltéseket tudunk szeparálni, egyik oldalon pozitívat, másik oldalon negatívat, és hogyha kellően nagy mennyiségű töltés alakult ki, akkor itt ezen a szikra közön egy nagy szikra csattanást fogunk látni. Én most ezt elkezdem mozgatni, és várunk arra, hogy szikra keletkezzék. Hát tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy ítéletidőig is tekergetetném, nem lesz ebből elektromos töltés. Azért, mert ha megismeri valaki precízen az elektromos, tehát Wim Hurst gépnek a működését, akkor azt kell tudni, hogy föl kell gerjeszteni. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy pici maradó megosztottság benne, ha ez nincs, akkor nem fog elindulni. Figyeljétek meg, hogy azt fogom csinálni, hogy megdörzsölöm ezt az üvegbotot. Az üvegbot itt van a kezemben, elkezdem ezt forgatni, és az egyik részhez ide teszem, és rövid időn belül a megosztás révén elindul a gépünk, és elkezd szikrázni, és innentől fogva most már biztosan fogjuk tudni mondani, hogy
az elektromos megosztó gépünk egy jó darabig működik, hiszen a megosztás révén marad benne mindig egy kis remanens megosztottság. Ennek a gépnek a segítségével fogunk elvégezni olyan kísérletet, hogy különböző elrendezésű tárgyak körül megnézzük, hogy milyen úgynevezett erővonalak jönnek létre. Az eszközeink az nagyon egyszerű. Van nekünk egy írásvetítőnk. Ennek az írásvetítőnek a lemezére, tehát a vetítő felületére egy petri csészébe ricinusolajat kevertem. Ez a petri csészében levő ricinusolajnak az a feladata, hogy majd a belekevert grízszemcsék segítségével fogunk tudni valamit mondani arról, hogy mi is történik elektromos töltés hatására. Én most elhelyezek egy pontszerű töltést, hát ami pontosan ekkora, ahogy a viccesen szoktam mondani, és akkor ehhez a pontszerű töltéshez hozzákötjük a Wim Hertz-féle megosztógépünk egyik pólusát, és a másik pólusát is ide kapcsoljuk az eszközhöz, és hát gyakorlatilag semmi más tennivalónk nincs, mint hogy elkezdem a Wim Hertz-gépet mozgatni, és figyeljétek forgatni, és figyeljétek meg, hogy az elektromos erő hatására elkezdenek vándorolni a grízszemcsék. Ezek a grízszemcsék miközben vándorolnak, egy érdekes alakzatot is fognak tudni fölrajzolni. Nézzük is meg, hogy pontosan mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy vonalakba rendeződött a grízszemcsék, vonalakba rendeződtek. Ez azt jelenti, hogy ebből a pontból, a középpontból indul ki mindegyik grízszemcse vonal, és ezek sugaras irányúak, tehát egy síkmetszetet látunk tulajdonképpen, egy gömbszimmetrikus térnek a síkmetszetét, és hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ezek az úgynevezett erővonalak. Az erővonalakkal kapcsolatosan, ugye azt jó lenne tudni mindenki pontosan, hogy mit értünk az erővonalak alatt. Akkor nézzük meg, mit is tudunk erről mondani. Azt már láttuk, hogy kíváncsiak vagyunk az F Coulomb erőre. A Coulomb erőt a Coulomb törvény segítségével meg tudjuk állapítani, és hogyha meg tudjuk állapítani a Coulomb erőket, ezt ne fogjon, ne otthonod. Tehát a Coulomb erőket, akkor ezt a Coulomb erőt elosztjuk azzal a avval a töltéssel, amivel tulajdonképpen Q töltéssel, amivel ezt létrehoztuk, és akkor kapunk egy olyan erőt, vagy egy olyan mennyiséget, amit úgy hívunk, hogy elektromos térerősség. És akkor tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy ez az erő, ez egy vektormennyiség, a térerősségünk is egy vektormennyiség, és mi tulajdonképpen az elektromos erőtér segítségével arra leszünk kíváncsiak, hogy az E térerősség a hely függvényében hogy is néz ki. Ez az izgalmas dolog, amit ugye középiskolában mélyen elhallgatunk, de itt az egyetemen muszáj előjönni, hogy ez egy térbeli jelenség, amiről beszélünk. Ez a térbeli jelenséget viszont reprezentálni tudjuk az elektromos erővonalakkal. Tehát ez azt jelenti, hogy egy vektort keresünk egy vektornak a függvényében. Nézzük meg az elektromos erővonalak segítségével, hogy mit is tudunk mondani. Ugye ezek az erővonalak, ezek vissza fogják adni ezt a térerősséget, amit az elébb mondtam. Lediktálok 3-4 alap dolgot, és akkor rögtön fogjuk látni. Azt még érdemes megmondani, hogyha van nekünk egy vektorunk, az térerősség vektor, akkor ezt hogyan lehet megadni? A térerősség vektort azt megadhatjuk úgy, mint hogy az E-nek az X komponense, az E-nek az Y komponense, és az E-nek a Z komponense. Ugye ez teljesen világos, megadtuk a koordinátáival. De megadhatjuk egy másik módon is, és mi ehhez fogunk ragaszkodni, megadjuk az E-nek az abszolút értékét, ez lesz az egyik paraméter, megadunk egy alfa szöget és egy béta szöget. Igen. Aha.
Aha, világos, hogy ezeket rakjuk el. Ez is egy megoldás. Ez ugyanarra a jó irányba vezet, hogyha ember jól csinálja. Tehát akkor tulajdonképpen azt kell látni, hogy a vektorunkat megadhatjuk a komponenseivel, de megadhatjuk úgy, mint hogy az abszolút értékével, és megadunk hozzá két hajlásszöget. Na most, akkor ezek szerint azt kell lássuk, hogy ezek az erővonalak alkalmasak arra, hogy ezt megadjuk. Annyit tegyünk hozzá, hogy mivel egy síkban vizsgálódunk, ezt a szöget, ezt erre az időre elfelejtjük, és tulajdonképpen egy alfa szöget és egy térerősség nagyságát keresünk. Na akkor az elektromos erővonalaknak, és általában az erővonalaknak a tulajdonságairól azt fogjuk mondani, vegyünk egy egységnyi hosszúságú szakaszt, ezt például ide elhelyezem, és számoljuk meg ezen a szakaszon hány darab erővonal megy keresztül. Ez egy szám, ez egy skalár szám, és meg fogja mutatni azt, hogy abban a pontban mekkora az elektromos térerősségnek az abszolút értéke. Nézzük meg, hogyha távolabb vagyunk, akkor ugyanezen a vonalon itt jóval kevesebb erővonal fog átmenni, mint hogyha közelebb megyünk. Azt hiszem, mindenki látja, hogy első ránézésre is. Most meg kéne határozni a szöget, ugye mondjuk ebben a pontban kíváncsi vagyunk a térerősség nagyságára, elhelyezzük ide a kis szakaszunkat, megszámoljuk az erővonalak számát, fölírjuk, ez lesz az E abszolút érték, és akkor ebben a pontban megnézzük, hogy itt van az erővonalunk, és ez az erővonalhoz húzunk egy érintőt ebben a pontban, és megkaptuk ennek a szögét, ennek az alfának az értékét. Ugye elmondtuk azt, hogy az erővonalak, azok, tehát egyik részről meg tudjuk mondani, hogy mekkora a térerősségnek a nagysága, milyen irányú. Ha most ugye megemlékszünk arra, hogy hogy is állapítottuk meg az F kulomberőnek az értékét, akkor ugye azt mondtuk, hogy elhelyezzünk a térbe egy próbatöltést, mondjuk ide elhelyezzünk egy próbatöltést, amiről tudjuk mindig, hogy egységnyi nagyságú, és a leglényegesebb dolog, hogy mindig pozitív. Na most, ha ez pozitív, és ez is pozitív, akkor a kettő között taszító erő lesz, tehát akkor tudjuk, hogy mekkora nagysága, tudjuk, hogy mekkora a hajlásszög, ami alatt megy, és azt is tudjuk, hogy az akkor abban az esetben kifelé fog mutatni az erő. Ez egy nagyon fontos, a térerőség is erre mutat. És akkor a térerő vonalakkal kapcsolatosan most már a gondolkodó hallgatóknak leeshet valami. Nézzük meg, hogy mi. Ez azt jelenti, hogy gondolkodjunk úgy, mint energetikai szempontból. Azt mondom, hogy szépen abba az irányba elmegyek a végtelenbe, mégpedig ennek a vízszintes erővonal mentén. A végtelenbe, ha már eljutottam, viszünk egy próbatöltést, és a próbatöltéssel szépen lassan ebből az irányból eljövünk idáig, és mindig pontról pontra fölírjuk, hogy mekkora az erő. Ebben az esetben megtudjuk a térerősség segítségével, vagy tehát a mérések segítségével meg tudjuk mondani azt a függvényt, ami úgy néz ki, hogy az F az R függvényében. Ezt már megtudjuk. Na most, azt is meg tudjuk mondani, hogy elosszuk a próbatöltéssel, hogy mekkora a térerősség. Mire jó még ez az erővonal? Hát azt is megtehetjük, hogy pontról pontra, hogy mozgatjuk, megnézzük, hogy mennyi munkát kellett végeznünk. És hát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ha én a végtelenből egy pozitív töltéssel jövök ebbe az irányba, ez a másik pozitív töltéshez képest, akkor a végtelenből eljutok egy pontig, és akkor ebben a pontban meg tudom mondani, hogy mennyi munkával sikerült odacipelni azt a töltést. Ez egy fontos érték lesz, mindjárt meglátjuk, hogy miért. Amikor egy töltést mozgatunk ebben a térben, jellemzően két különböző irányt választhatunk. Ugye maradjunk továbbra is ebben a pontban. Ebből a pontból elindulhatok úgy, hogy elmen az erővonal mentén mozgok, vagy közelítek, vagy távolítok. Ebben az esetben az elmozdulás és az erő egy irányba mutat, a kettőnek a szorzata nem nulla lesz. Abban az esetben, hogyha én ehhez a ponthoz képest, ez az erővonalhoz merőlegesen indulok el, akkor ugye világos, hogy az erő és az elmozdulás egymásra merőleges. Ez azt jelenti, hogy egy olyan mozgatást fog végezni, amelyhez nem szükséges munkavégzés. Vagyis azt lehet mondani, hogy ezek az erővonalak azt is megmutatják nekünk, hogy hogyan kell úgy mozgatni egy testet, hogy ne legyen munkavégzés.
Nézzük meg, mit jelent ez. Ha innen elindulunk egy kicsit idébb, akkor ugye mindig az adott erővonalhoz húzunk egy pontot, és végül, hogyha végigmentünk ezen a görbén, akkor ezzel a ponttal koncentrikus körön fogjuk mozgatni a testet, és ezen a trajektórián, ezen a koncentrikus körön, bárhogy mozgatjuk a testet, soha sincs munkavégzés. Na most azt megegyeztünk, hogyha végtelenből jövünk ebbe az irányba, és eljutottunk ehhez a ponthoz, akkor az egy véges mennyiségű, tehát kiszámolható nagyságú energiával fog rendelkezni, és amíg innen ide eljutunk, akkor az ugyanaz lesz, vagyis gyakorlatilag ki lehet mondani most már a bűvszót, hogy ekvipotenciális felületet, tehát egy görbét, térben pedig egy felülethez jutottunk. Hát ugye nézzük meg továbbiakban egy másik elrendezés, hogy néz ki. Ez azt jelenti, hogy beteszünk még egy töltést, pontszerű töltést, ez itt van. És a két ponttöltés között kialakuló elektromos erővonalakra leszünk kíváncsiak. És ugye a kezdeti rendezettséget megszüntetem, megkavarom ezt a löttyöt, egyenletesre próbálom elosztani a grisszemcséket, bekapcsoljuk le, tehát kézzel elkezdem forgatni a Van de Graaff Diemhurst gépemet, és akkor szerintem gyönyörűen látszik, hogy rendeződnek az erővonalak, és egy erővonalkép alakul ki ebben az esetben is, ami nagyon fontos, ugye az előzőekben, mikor azt mondtam, hogy húzzunk az adott pontban egy érintőt, akkor ugye például ezt a vonalat veszük, akkor ennek pontról pontra más szögű lesz a hozzáhúzható érintő. Föltettük a kérdést, hogy ezt hogyan lehet előállítani könnyedén egy ilyen erővonalképet. Hát nagyon egyszerű dolgunk van. A pozitív töltésnek az erővonalképét láttuk. Azt úgy kellene berajzolni, hogy a pozitívból kibukó erővonalak mindegyik kifele mutat. Ugye a negatívba pedig befelé mutat, tehát akkor az egyik az egy pont szimmetrikus erővonalkép, amiből kifele mutatnak az erővonalak, a másik egy pont szimmetrikus, amivel befele mutatnak, a kettőt valamekkora távolságra lerakjuk, ezt mondjuk dipolusos esetén D-nek szokás venni, és a kettőt szuperponáljuk egymásra. Tehát szuperpozíciójával fogjuk előállítani a pontszerű töltés szuperpozíciójával az összes további képünket, ez a dipolusnak az erővonalképe. A dipolus erővonalképénél megragadom az alkalmat, és egy olyan dolgot szeretnék elmondani, ami még talán nem hangzott el, a Gauss-törvényről beszélünk, és a Gauss-törvény az majd lesz egy érdekes képlet, az egyik oldalon valami szumma lesz, a másik oldalon meg valamilyen konkrét érték. Nézzék meg, azt kell mondani, hogy ha vesszük az erővonalakat, az elektromos térben egy tetszőleges görbét lerajzolunk, például azt mondom, hogy itt levegyünk egy görbét, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a görbébe befelé is mennek erővonalak, meg kifelé is mennek erővonalak. Hogyha megszámoljuk, hogy hány darab erővonal megy befelé, hány darab erővonal megy kifelé, a kettőnek az algebrai összegéből meg tudjuk mondani, hogy azon a görbén belül hány, és mekkora töltés található. Tehát ez azt jelenti, hogyha éppen ezt a kettőt, vagy ezt a görbét itt megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy a belépő meg a kilépő elővonalak száma az megegyezik, tehát ez azt jelenti, hogy bent a töltések algebrai összege nulla. Jelen esetben éppen nem csak az algebrai, bármelyik részén nézzük, akkor az mindenképpen nulla. Ha körbevesszük ezt a töltést, akkor meg fogjuk tudni mondani a kifele bújó erővonalak számából, hogy itt hány kulomnyi töltés található benn. Ha ugyanezt a görbét átrakjuk ide, akkor ugyanannyi negatív töltés fogunk a dipólus miatt, illetve hogyha olyan görbét veszünk, hogy körbevesszük az egész dipólust, akkor látjuk, hogy van benne pozitív töltés, negatív töltés, de a bemenő meg a kimenő erővonalak száma éppen nullát ad, és akkor mindenki, amikor a Gauss-törvényt kell majd megérteni, akkor ez a az ábra nagyon jó, hogyha eszébe jut, mert akkor közelebb kerül az a képlethez, ami hát nem biztos, hogy elsőre ezt így visszaadja. A következőkben azt fogom csinálni, hogy a ricinus olajba mártott két pontszerű töltést
egy kicsit másképpen rendezem el. Ez annyit tesz, hogy lesz egy pozitív, meg még egy pozitív töltés. Tehát két azonos előjelű töltés körül fogjuk megnézni az erővonalképet. És rendezzük, lerakom a két pontszerű töltést, megforgatom a Wim Hertz gépet, és akkor elkezdődnek rendeződni az erővonalak. És ugye most két pozitív töltést kell szuperponálni. Na, mi a fene van ebből? Igen, ez a sistergés, ez azt mutatja, hogy most kezd fölgerjedni, és szépen rendeződnek az erővonalak, alakul ki, és azt hiszem mindenki láthatja azt, hogy az erővonalkép két pozitív töltés esetében teljesen más, mint a dipólus esetében. Ha a két pontot összekötjük, akkor ugye erre a tengelyre állítunk egy merőlegest, és arra lesz szimmetrikus az így módon előálló erővonalkép. A következőkben ugye tovább megyünk a szuperpozícióval, ugye most először egy pont töltést néztünk meg, megnéztünk két pont töltést, most megnézzünk sokkal-sokkal több pontszerű töltésnek az erővonal képét. Hogyan lehet ezt előállítani? Hát például úgy, hogy rengeteg ilyen pontszerű töltést idehoznék, de van ennek egy praktikusan sokkal egyszerűbb módja is. Mégpedig az, hogy egy ilyen hosszú, egyenes alakú elektróddal kísérletezünk. Ez a hosszú, egyenes elektród, hogyha rátesszük majd a rákötjük a töltéseket, oda vezető drótot, és elektromosan töltésekkel látjuk el, akkor ezek az elektromos töltések úgy fognak elhelyezkedni, hogy igyekeznek egyenletesen elhelyezkedni a hosszának az irányába. Tehát ez azt jelenti, hogy most kezdem tölteni, és megvárjuk, míg fölgerjed a gép. Ha nem, akkor mindjárt hozok egy töltést, így. Na, alakul. Egy pillanat, és már kezd is kialakulni. Segíthetjük ezt azzal, hogy ide elhelyezzük a töltésünket. Így. Azt hiszem jól lehet látni, hogy ahogy megjelent a töltés, abban a pillanatban meg is jelent ez. Annyit kell tudni, hogy az írásvetítőnk fújja kifelé a levegőt, és gyakorlatilag ráfújja a megosztógépre, és a megosztógép ettől kisül. Ezért kell mindig pótolni az elektromos töltéseket. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, mint hogy itt ezen az egyenesen, egyenletes távolságra pozitív vagy negatív elektromos töltések vannak. Amit érdemes megnézni, az nagyon izgalmas, hogy azt megállapíthatjuk, hogy a felülethez húzott érintőre mindig merőlegesen lépnek ki az erővonalak. Itt a végén még talán jobban meg lehet figyelni, és ez azt is jelenti, hogy az elektromos erővonalaknak egy újabb tanulságát vagy tulajdonságát láttuk. Fémből mindig a fémre fém felületéhez húzott érintőre merőlegesen tudjuk, fog ez kilépni, és ebből meg tudunk állapítani egy nagyon fontos dolgot, jelesül azt, hogy a fém felület az egy ekvipotenciális felület. Vagyis a fém felületén, ha mozgatjuk ezt a testet, ezt az elektromosan töltött testet, vagy a töltés magát, akkor nem szükséges munkavégzés, hanem ez egy ekvipotenciális felület. A következő elrendezés nagyon hasonlít az előzőhöz, csak nem egy darab töltést fogunk elhelyezni, ilyen hosszan föltöltött, elektromosan töltött vezetéket, hanem kettőt. A kettő egymással párhuzamos lesz, és azt is jelenti, hogy ez a sík kondenzátorunknak a modellje lesz. De az is lehet, hogy kettő darab párhuzamos vezeték, nek lesz ez a modellje. Elkezdem a Wim Hertz gépet fölgerjeszteni. Így. És rendeződnek az erővonalak. És amit látunk, az nem más, mint az, hogy az erővonalak, ha
szigorúan megnézzük, akkor csak és kizárólag a síkkondenzátor belső terére rendeződik, és ugye ezt tanítjuk középiskolában. Középiskolában arról, hogy a szélein ilyen szórtér van, erről nem sokat szoktunk beszélni, a fizika itt is mutatkozik, a fizika tanítása, sokszor az elhallgatás tudománya. Mindig csak annyit mondunk, amennyit könnyű fölfogni. Tehát a kondenzátor kapacitásába, ha valaki emlékszik a képletre, benne szerepel a felület, a távolság és a kettő között levő dielektrikumnak az anyaga, hát akkor ebből most már nagyjából lehet érteni. Valóságban ugye ezt a szóródott erővonalakat a kondenzátor szórt kapacitásának vesszük. Ennek két módja van. Az egyik lehetőség az, hogy ilyen közelítő képletekkel megyünk, a másik pedig, hogy magasabb matematikai eszközökön nyúlunk, körbeintegráljuk és pontosan tudjuk a dolgot. Ez mindig a mérnöki feladat fogja eldönteni, hogy mennyire legyen jó. Itt a kondenzátornál szeretném megmutatni azt a fogalmat, amit úgy hívunk, hogy homogén erőtér. Itt az erővonalak párhuzamosak, a sűrűségük állandó. Ez azt jelenti, ha még emlékszik valaki erre a képletre, hogy akkor a sűrűségük állandó, akkor itt ki tudjuk mondani azt, hogy az abszolút érték ebben a térben állandó, és azt is meg tudjuk mutatni, hogy az alfa értéke is állandó. Ha ez a kettő állandó, akkor arra mondjuk, hogy a tér homogén. Tehát, hogy a kondenzátor fegyverzetei között a tér az homogén lesz. És akkor nézzük a következő elrendezést. A következő elrendezés az egy ravasz meggondolásból született, és mindjárt mutatom is. Van nekünk egy gyűrű alakú elektródunk, de mielőtt beteszem, ezért ezt a rendezettséget itt megszüntetjük. Próbálom homogénné elosztatni a grízszemcséket. A homogénné eloszlatni az annyit tesz, hogy egyenlő területeken egyenlő sűrű számú grízszemcsét akarunk, tehát akkor itt van egy ilyen gyűrű alakú elektród. Ezt a gyűrű alakú elektródot fogjuk a Wim Hertz géppel föltölteni. Szépen fogom, és kezdjük tölteni. Igen. Azt szerintem nagyon szépen látszik, hogy rendeződnek az erővonalak, és az erővonalak rendeződéséből elmondható, hogy még egy kicsit adjunk neki a töltésből, elmondható, hogy igen, ez így most teljesen jó, hogy az erővonalak csak a jó, gravitáció nem maradt ki, tehát az erővonalak csak kívül rendeződtek, belül nem rendeződtek. Ez azt jelenti, hogy a fémen belül elektromos térerősségnek nincs keresni valója, vagyis mindig nulla. Ha valaki azt mondja, hogy itt valami van, akkor azért tessék figyelembe, hogy ez az a fogantyú, amelyik ebből a síkból kiáll, és ennek a tere az egy kicsit bezavar, de azt lehet mondani, hogy először is ehhez a gyűrűhöz képest minden erővonal a gyűrűszót érintőre merőlegesen lép ki, az mindenképpen fontos. Látjuk, hogy akkor ez a gyűrű, ez egy ekvipotenciális felület van, a gyűrűn belül nincs elektromos tér, tehát ez azt is lehet mondani, hogy a Faraday kalitkának megértettük az elrendezését, ugye ezt hívjuk Faraday kalitkának, egy zárt fémen belüli részt Faraday kalitkának hívunk. Ez annyira fontos, hogy ehhez kell nézzünk egy kísérletet is. A kísérlet egyik főszereplője lesz egy elektrométer, egy másik főszereplője lesz egy fémgömb, így, és van nekünk egy fémpálcánk, amivel elektromosan töltéseket fogunk tudni szállítani. Én most ezt a fémgömböt feltöltöm. Így, azt mindenki látja, hogy a kezemben egy üvegrúd van. Az üvegrúdnak az elektromos töltését
úgy tudjuk leszedni, hogy végighúzzuk a felületen, azért is húzzuk végig a felületen, mert ugye szigetelős, minden pontjáról szedünk le egy kis töltést. Ezt a fémgömböt, ez a másik fémgömbhöz hozzáérintem, ettől elektromosan töltötté válik, ez szerintem gyönyörűen kimutatható az elektroszkóp segítségével. Ha még egyszer elvégzem, akkor nagyobbat fog mutatni, ha még egyszer elvégzem, akkor még nagyobbat, és hogyha N plusz egyszer ide-oda rakogatom, N a csintalansági állandó, ez természetesen vicc volt, akkor meg tudjuk tenni, hogy az itteni és az itteni potenciál megegyezik. Ez idáig gondolom mindenki számára világos volt. Ahhoz, hogy ki tudjuk sütni ezt a fémgömböt teljes egészében, tehát kívülről hozzáférünk, és utána a töltéseket elveszítjük, az nem egyszerű dolog. Azt is lehet mondani, hogy nézzük meg azt, hogy mit tud még ez a fémgömb. Ennek a fémgömbnek a tetején itt van egy lyuk. Ez azt jelenti, hogy a fémgömbnek a belső felületéhez is hozzá fogunk tudni férni, meg a külső felületéhez is. Ugye elektromosan tegyük töltötté. Így. Így. Ebben a pillanatban az előző kísérletnek az elején indulunk el. Hozzáérintem ezt a gömböt, tudjuk, hogy ez elektromosan töltött. Most fogom ezt az elektromosan töltött gömböt, beteszem a belsejébe, hozzákocogtatom, kihúzom, és megnézzük, hogy mennyi töltés maradt rajta. Nem maradt rajta töltés. Csiribú, csiribá, most pedig tudunk töltést átvinni. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha hozzáérintem a gömbhöz ezt a gömböt ide, akkor elektromosan töltötté vál, betesszük a belsejébe, és akkor ki tudjuk sütni, teljes egészében az összes töltést beletettük, és akkor már nem tudunk átvinni töltést. Vagyis akkor játsszuk el a kísérletet, elektromosan töltött test, kívülről hozzáérintem, elektromosan töltötté válik, és ezt egy elektroszkóppal, elektrométerrel ki tudjuk mutatni. Abban az esetben, hogyha itt töltötté tettük, és itt valahogy ide a belsejéhez hozzátesszük, az összes töltés ide a külsejére megy ki, és ennek eredményeként értjük azt, hogy az elektromos tér a Faraday kalitkán belül az mindig nulla lesz. A Faraday kalitkával kapcsolatosan, tehát a Faraday kalitka után következő kísérlet, az ismételten szükséges lesz a megosztógépre. A megosztógép segítségével elvégzünk egy kísérletet. A kísérlet főszereplője ez a két darab elektród lesz. A két darab elektród közé beteszünk egy gyertyát, így. Az elektródokat vízszintesbe állítjuk, így. A kísérletünkhöz szükségünk lesz még egy krokodilcsipesszel ellátott részhez, tehát ezt fogom ide csatlakoztatom, ez pedig így ide. Ezt ide csatlakoztatom, ez pedig így ide. Vagyis, ha most én, ha van ez elektrosz, tehát a megosztógépet majd bekapcsolom, akkor elektromosan töltötté teszi ezeket az elektródokat. Természetesen szükségem van még gyufára, mert a gyertyának a meggyújtása az ez mindenképpen szükséges. Tehát meggyújtom a gyertyát. És a gyertya, amint látjuk, nyugodtan ég. Nem zavarja senki, gyönyörű szép alakja van. A Van de Graaff generátor, vagy a Wim Hertz gépet bekapcsolom, és szerintem gyönyörűen látszik, hogy kialakul egy elektromos szél. Ez az elektromos szél abban a pillanatban, hogy kisütöm, abba marad, hogyha hagyjuk az elektromos generátorunkat, tehát a bimhőzgépünket működni, akkor tulajdonképpen látjuk, hogy kialakul ez az elektromos szél. Azt, hogy mekkora lesz az elektromos szél, hogy elfújja a gyertyát, vagy nem fújja a gyertyát, ez nem függ a kísérlet
sikerétől, tehát nem ettől lesz sikeres vagy sikertelen a kísérlet, hanem attól, hogy látjuk, hogy amíg elektromosan töltött az elektród, akkor fúj a szél, hogyha pedig kinyitjuk, akkor pedig kialakul az elektromos szél. Na most akkor érdemes lenne megnézni, hogy pontosan mitől is alakul ki az elektromos szél, mik azok a részecskék, amelyek felelősek azért, hogy itt elektromos szél kialakul. Hát az első és legfontosabb dolog az az, hogy az elektromos szélben az elektromosan töltött részecskék, amik körbeveszik ezt a csúcsot, azok elektromosan dipólussá válnak, a dipólusok eljönnek ide, itt kapnak egy kis töltést, és utána a töltés abba az irányba fog menni, a másik elektród irányába. Mik ezek a dipólusok? Ezek a dipólusok elsősorban porszemcsék. Nagyok, lényegesen nagyobbak, mint minden más egyéb, ami körülöttük van. Ami körülöttük van, azok molekulák, oxigén és nitrogén molekulák. Azok, ha most bemennénk egy olyan helyre, mondjuk egy Winchester gyárba, ahol pormentesen kell dolgozni, ott ez a kísérlet sokkal kevésbé menne végbe, hiszen a levegőből kiszedik a port, akkor már nem marad más hátra, mint hogy a gázokat kell valamilyen elektromos állapotba tenni, hogyha egyel több elektronja van, mondjuk egy gáznak, azt ionnak hívják, és akkor az ionok szépen ebbe az irányba fognak menni, és hasonló hatást fognak kiprovokálni, csak sokkal kisebb lesz. Nos, hogyha a kísérletet elvégeznénk tökéletes vákumban, akkor persze nehéz lenne meggyújtani a gyertyát, ezt szerintem mindenki látja, de az a lényege, hogy akkor viszont már csak és kizárólag az elektromos töltések, jelesül az elektronok lennének, amik áramlanának, azoknak viszont a hatása gyakorlatilag elhanyagolható. Tehát akkor, amikor valaki megkérdeznek, hogy hogyan alakul ki az elektromos szél, akkor azt kell mondani, hogy nagyméretű részecskékről beszélünk. Ez nem jelenti, hogy a nagyméretű szemmel látható. Tehát ebben a világban nagyméretű részecskék mennek, és gyakorlatilag ezek okozzák a levegő áramlását. A kísérletnek a mondani valója nem más, mint a csúcshatás. A csúcshatás arról szól, hogy van egy elektromosan töltött csúcs, és minél kisebb a görbület, annál nagyobb körülötte a térerősség. Ha valaki megnézi, hogy itt hogyan bújnak ki az erővonalak, rögtön meg is fogja érteni. Tehát az elektromos csúcshatásról szólt ez a kísérlet. Az elektromos csúcshatásról fogok még majd megmutatni egy kísérletet, ehhez viszont egy másik gépet, a Van de Graaff generátort fogjuk majd használni, úgyhogy most a Van de Graaff generátornak az összeszedése lesz, illetve az ide asztalra szedése lesz majd a feladat. És a Van de Graaff generátorunkat már hozom is. A Van de Graaff generátor itt található, így néz ki, és akár mennyire is jól készültem, azért a hosszabbítót azt legalábbis a 2.0-ás hosszabbítót azt bent hagytam a szobába, úgyhogy egy nagyon rövid időre eltűnök. Már jövök is, tehát itt van egy hosszabbító, ebben a hosszabbítóból fogunk áramot venni, illetve az áram mellett van egy másik fontos része a Van de Graaff generátornak, az pedig a földelés. Tehát Van de Graaff generátorunk itt van. Két lehetőség van a Van de Graaff generátornak a meghajtására. Az egyik az egy villanymotor, ettől most megszabadulunk. És a másik pedig ez a kézi hajtány. Ezzel a kézi hajtánnyal fogom én majd működtetni. A Van de Graaff generátor működéséhez ugye arra van szükség, hogy megforgassuk ezt a kart, figyeljétek meg, egy kicsit megtekerem, és íme egy szép nagy szikrát láttunk. Megtekerem még egyszer, még egy szikra, még egyszer megtekerem, még egy szikra. Tulajdonképpen azt kell látni, hogy a Van de Graaff generátor egészen kevés mozgás segítségével hihetetlen nagy hosszúságú szikrát produkál. Azt kell tudni, hogy a szikrának a hosszúsága az megmutatja, hogy mekkora a két gömb közötti távolság. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a két gömb közötti távolság mondjuk legyen 10 cm,
akkor centiméterenként 1000, 30 ezer volt feszültség szokott lenni. A levegő átütési szilárdsága sok mindentől függ, például a portartalomtól, páratartalomtól, hőmérséklettől, stb. De van 15 és 30 ezer volt közötti feszültségre taksálják. Beállítom, szépen megtekerem, és egyszer csak azt fogom tapasztalni, hogy átüt. Vagyis ez azt jelenti, hogy ez a néhány mozdulat, ez a néhány fordulat, amit én a kezemmel tettem, itt 30 ezer voltnyi feszültséget produkált. Hogy ezt hogy csinálta, ezt nézzük meg közösen. Van de Graaf generátort én most szétszedem, azért, hogy megértsük, hogy is működik. Hát itt a tetején van egy gömb. Ezt a gömböt, hogyha sikerül innen leemelni. Na, tehát... Hogy a kakas csípje meg? Bezzeg, amit... Így. Na ez az. Tehát itt van egy gömb. Ide közel hozom. Ez a gömb, ez belül teljesen üreges. Ez egy gömbhéj. És arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ennek a gömbnek a görbületi sugara szép nagy. Tehát biztos olyan 25 cm körül átmérőjű ez a gömb. Amit még látunk ebben a Van de Graaf generátorban, az nem más, mint ez a szalag. Ez a szalag felelős azért, hogy elektromos töltések jönnek létre dörzs elektromosság révén. Hát ugye azt lehet látni, hogy a szalagnak a felső részén, meg az alsó részén is van egy műanyagból készített görgő, és ez a görgőt, amikor én elkezdem forgatni ezt az alsó görgőt, akkor ezen a részen itt, a görgőt megforgatva mozgásba hozzuk a szalagot, a mozgásnak a létrehozója a súrlódási erő, és a súrlódási erő révén létrehozott forgás egyértelműen folyamatosan dörzsölésnek fog megfelelni. Tehát egy dörzselektromos jelenségünk van. Itt fölül hasonlóképpen van. Na most, erről az elektromosan töltött szalagról le kell szedni a töltéseket. Használni fogjuk a csúcshatást. Itt alul egy nagyon szépen kiélezett lemez találunk, tehát egy nagyon kicsiny görbületi sugarú lemezt, ami lemez ennek a szalagnak csak a közelében van elhelyezve. Ezt a lemezt szokták a Van de Graaf generátornál az életvédő földdel összeköttetésbe hozni, és akkor tulajdonképpen a földelés révén az egyik töltéseket, a pozitív töltéseket elviszük a konnektor felé. Itt fölül hasonlóképpen el van helyezve egy lemez, talán, hogyha itt fordítom, akkor ezt lehet látni. Ez a lemez hasonlóképpen élesre van megcsinálva, mint ez a másik alsó lemez. Ezzel fogjuk elvezetni a töltéseket, mégpedig erre a fém rudacskára. Ez a fém rudacska beviszi a belső felületére a töltéseket, tehát ez azt jelenti, hogy a töltéseink azok, igen, a fémgömbnek a belső felületére kerülnek, és ahogy egyetlen egy töltés ott belül megjelenik, az azonnal kimegy kívülre, és ha folyamatosan töltéseket viszünk, akkor ezek a töltések folyamatosan mennek ki a külső felületre, és a külső felület révén addig fog töltődni ez a fémgömb, amíg a körülötte levő levegő átütési szilárdsága meg nem haladja azt az értéket, és akkor egy szikra kisülés jön létre. Szikra kisülésről kétfajta szikra kisülés lehet megkülönböztetni. Az egyik, hát már mindenki hallotta, az a hangos szikra kisülés, az a csattogó, amit eddig hallottunk, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a Van de Graaf generátorunkat ugye most elektromosan feltöltöm, így, és ezt a csattogást szerintem mindenki jól hallja, egészen hosszú szikrákat tudunk csinálni, tehát a 250 000 voltnyi körülbelül a Van de Graaf generátorunknak a feszültsége. Most jön az, megnézzük egy másik kísérletet a csúcshatással kapcsolatosan. A csúcshatással kapcsolatosan itt van nekünk egy kis asztalkánk. Erre az asztalkára ráteszünk egy tűt, és ez a tű, ez tulajdonképpen egy három karú
forgó részt fog tartani. Ígyni. Azt hiszem, hogy én lehúzom az ablakot, mert közben kisütött a nap, és ez túl sok a jóból. Sokkal egyszerűbb dolgunk lesz, hogyha árnyékmentes, vagy a napsütötte mentes részbe bemegyünk. Ígyni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van ez a rész. Még egyszer szeretném megmutatni azt, hogy van egy asztalkánk szigetelő lábon, ez vörös részből van. Erre ráteszünk egy vörös rész, vagy egy sárga rész tartót, amiben egy tű van, és erre a tűre föltesszük ezt a forgó részt. Íme. Na most. Fogom, és a Van de Graaff generátort összekötöm ebben az asztalkával. Ez az asztalka elektromosan töltötté válik, és az összes fém része elektromosan töltötté válik. Töltötté válik majd ez a forgó rész is, kapcsoljuk be. És abban a pillanatban, hogy elektromosan töltötté válik, elkezd a forgó részünk forogni. Próbáljuk megérteni a forgásnak a lényegét. Kiveszem ezt a forgó részt. És akkor azt látjuk, hogy van három darab kar. Mindegyik kar ugyanabba az irányba van meghajtva, és tulajdonképpen itt egy nagyon kihegyezett csúccsal találkozunk, tehát innen a csúcshatás miatt elektromosan lerepülnének a részecskék. Igen ám, de a hatás-ellenhatás törvénye révén ez folyamatosan forgásba fog jönni. Zégner Jánosról, aki a forgással kapcsolatos kísérletei miatt úgynevezett Zégner-féle forgórésznek hívjuk ezt. Hasonló működik ez is, mint hogyha ugyanilyet vízhajtással teszünk, tehát hogyha ezekből a csúcsokból víz folyna ki, akkor az ugyanígy forogna, tehát tulajdonképpen a csúcshatás bemutatására szolgáló eszközt láttunk. A csúcshatásról mielőtt fölteszi az ember a kérdést nekem szegezik, hogy miért kell ennyit beszélni a csúcshatásról. Hát azt kell mondjam, hogy a csúcshatás az egy nagyon izgalmas jelenség, és a mérnöki praxisban komoly szerepe lehet. Hogy ezt pontosan hogy is néz ki, ezért aztán azt fogjuk csinálni, hogy én most fogom, ezt a csúcshatást szemléltetni fogjuk, az eszközünk az lesz egy lombik, a lombikba beleillik egy dugó, és ez a dugó át van fűzve a nagymama kötőtűjével. Ígyni. Én azt fogom csinálni, és most egy 30 ezer forintos kísérletet fogtok látni. Azért 30 ezer forintos, mert ha most megjelenne itt az egyetemen a dohánykommandó, akkor abban a pillanatban legalább 30 ezer forintra megbüntetnének. De most nekünk a kísérlethez szükségünk van egy kis füstre. Tehát én ezt a edényt telefújtam füsttel, hogy ne tudjon megszökni, lezárom. És most jön az, hogy bekapcsolom a Van de Graaff generátort, a kezemet figyeljétek, én nem csalok, csak használom a fizikát, és egyszer csak közelítünk, és eltűnik a Van de Graaff generátor által létrehozott térből, eltűnik a füst. Tulajdonképpen kisütöm a Van de Graaff generátort, és ha megengeditek, eltüntetem ezt a cigarettát is. Jó. Tehát, a következő történt, amikor telefújtam füsttel, akkor a füstszemcsék itt voltak benne. A füstszemcsé azért tűnt el, mert ebből a Van de Graaff generátorból egy kicsi görbületi sugár segítségével egy még nagyobb teret hoztunk létre. Ugye ennek kisebb a görbület, annak meg nagyobb. És az itt levő dipólus részecskéket
Egész egyszerűen magához vonzotta, elektromosan töltötté tette, és az üvegfelületre rakódott ki. Ha most itt lennétek, akkor kivenném a dugót, és valakinek az orra alá tenném, hogy megszagolja, hogy a büdös azért ott maradt benn. Csak sikerült a levegőből kiszedni ezeket a füstszemcséket. Ha valaki megnézi, akkor ilyen zöldes-sárgás ez a része, az is mutatja, hogy oda rakódott le az a nikotin. Laci, akarod megszagolni? Nem. Na, helyes, akkor megbeszéltük. A Van de Graaff generátorral kísérletezzünk tovább. Van de Graaff generátorhoz adtak egy másik csúcshatás bemutató eszközt. Ide a tetejére teszünk egy ilyen csúcsot, és eznek a csúcsnak a segítségével fogom még a csúcshatást egy picit szemléltetni. Bekapcsolom a Van de Graaff generátort, és megnézem, hogy tudunk-e szikrát létrehozni. Egészen kicsi szikrákat tudunk létrehozni, ennél hosszabbat nem. Abban az esetben, ha kiveszem ezt a csúcsot, így, és bekapcsolom, szép nagy szikrákat tudunk csinálni. Tehát a csúcshatás segítségével itt folyamatosan töltéseket tudunk leválasztani. Ha nem zúgna ennyire a Van de Graaff generátor, és teljes sötétbe vonulnánk, akkor itt úgynevezett korona kisülést találnánk. Ez a korona kisülés a csattogó kisülés mellett a halk kisülés. Hát erről majd később fogtok tanálni kísérleteket. Azt is meg tudom mutatni, hogy van egy ilyen kétkarú forgony, amit ide ennek a tűnek a tetejére föl lehet helyezni, és ha bekapcsolom a Van de Graaff generátort, akkor ez is hasonlóképpen az előzőhez elkezd forogni, és mutatja, hogy a csúcshatás hatására jön forogásba, pontosan úgy, ahogyan az előbb háromkarú tette, és hát mindenképpen érdemes ezek után tisztában lenni azzal, hogy a csúcshatásnak milyen komoly szerepe van. Ha valaki ellátogat a honlapomra, akkor a honlapomon találhat egy nagyon érdekes filmet, Téremissziós mikroszkóp a címe a filmnek. A téremissziós mikroszkóp az első olyan mikroszkóp, amely segítségével atomi felbontásban láthattunk anyagokat. Képzeljétek el, a téremissziós mikroszkóp kíméletlenül hasonlít erre az elrendezésre. Van egy gömb, amelynek ismerjük a sugarát. Ennek a gömbnek a középpontjában elhelyezünk egy tűt, és annak a tűnek a segítségével a kilépő elektronokat, hogyha ezt fluoreszcens anyaggal bevonjuk, akkor látjuk, hogy hova csapódnak be az elektronok. A téremissziós mikroszkóp azért nem ilyen kötőtűből készült, hanem egy Wolfram egy kristály van meghegyezve oly módon, hogy a görbületi sugár az kristálylapokkal határolt. Tehát ez azt jelenti, hogy valami elképesztően kicsiny görbülete van. Ez a görbületből kilépő részek a nagyobb felületen detektálhatóak, és így tulajdonképpen az különböző atomi síkok emittáló képességének segítségével lehet az atomszerkezetre információt nyerni. Érdemes megnézni a filmet, körülbelül 15-16 perc hosszúságú, tehát a honlapomat könnyedén megtaláljátok, Hartlein Károly, ezt beírjátok a keresőbe, az első találat az minden bizonnyal a honlapom lesz, ott a filmek között meg lehet találni. Ami még fontos, és most egy kicsit, hogy is mondjam, megpróbálok fedezékbe vonulni. A fedezékbe vonulni az azt jelenti, hogy a ricinus olajas kísérletet elmenekítem ide messzire, hogy miért, azt fogjátok rövidesen látni. Tehát ez azt jelenti, hogy a Van de Graaff generátor segítségével két dolgot szeretnék megmutatni. Az egyik, hogy az elektromos erő milyen nagy. Mit is beszélhetünk az elektromos erőről? Ugye az elektromos erő, hogyha meggondolja az ember, akkor az valamihez kéne mérni. És akkor keresünk egy általunk jól ismert objektumot, hát legyen ez mondjuk egy elektron, vagy legyen egy proton, legyen mondjuk a proton, mert annak könnyedén meg tudjuk mondani, hogy mennyi a tömege, de azt is meg tudjuk mondani, mennyi a töltése. És akkor leteszünk egymás mellé két protont valamekkora távolságra, és ez a két proton, tehát itt van az egyik proton, itt van a másik proton, és a kettő között kialakul egy taszító erő. Világos, ez azért alakul ki, mert a Coulomb erő már csak ilyen. De ebben egy időben kialakul egy vonzó erő is, ami abból alakul ki, hogy a tömeg
hogy a tömeg, a protonnak a tömege, ugye protonnak a tömege, ez viszont a töltése a protonnak, tehát a töltésből egy taszítás, a vonzás pedig a tömegből adódik. Na most, ha a tömegből adódó vonzóerőt, tehát akkor az F tömegvonzásból kis g-vel jelöljük, vessük össze a Coulomb erővel, tehát akkor ugye kerítünk egy hányadost, ezeknek az abszolút értékét nézzük, így, akkor kapunk egy értéket, egy arányszámot, ugye ez is erő, mértékegysége az gyakorlatilag egy arányszám lesz, tehát nincs mértékegységes, az a kérdés, hogy ennek mekkora a nagysága. Ugye ez azt jelenti, hogy ezt a képletet, ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk határozni a jól ismert képlettel. Ez egy nagyon hasonló képlet, és a két képletben, ugye itt a Coulomb erőnél a kis k-nak az értékeit, meg a g-nek az értéke fog szerepelni. Ha elvégzitek a számolást, akkor az fog kijönni, hogy egy iszonyatosan nagy számot találunk. Ez 4,2×10^42 érték. Ez azt jelenti, hogy 10^42 szerese a Coulomb erő a gravitációs erőnek. Mit is jelent ez? Képzeljétek el, hogyha fogja az ember, és elmegy a sarokba, ott nagy valószínűséggel porszemcséket talál egy kupacba. És ez mind szépen nagyon jól együtt van. Igen ám, de sohasem találunk egy negyed kiló töltést mondjuk a sarokba, mert azok egyszerűen utálják egymást és szétugranak. Vagyis a Coulomb erő nagyságrendekkel nagyobb, tessék megfigyelni a következő kísérletet. A Van de Graaff generátor tetejére ilyen sütőformákat helyeztem. Ezek a sütőformák ugyancsak föl fogják venni a Van de Graaff generátornak a töltését, és ha bekapcsoljuk, akkor azt látjuk, hogy ezek szépen elrepülnek. Vagyis a Coulomb erő hatására ezek szanaszét röpültek, és a szétröpülésnek az eredményeként hát megállapíthatjuk, hogy igen nehéz feladatunk lenne, ha valakinek azt kéne megmondani, hogy vajon mekkora tömegnövekedés jött azáltal, hogy erre elektromos töltést vittünk. Vagy mennyivel lett, ha innen levettünk töltéseket. Erre nem nagyon tudna senki műszer találni, és ebből az is következik, hogy az elektromos töltés az egy irgalmatlan nagy erőt fog létrehozni. Föl lehet tenni a kérdés, hogy mit lihegünk már megint erről, de azért tessék utána gondolni. Az elektrostatikát egy átlag villamosmérnök a büdös életben nem használja, csak akkor, amikor valami elektromosan, statikusan valamiért föltöltődik, de a vegyészek azok szintén használják. Tessék meggondolni, hogy van egy darab proton, körülötte kering egy elektron, meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora távolságban van, és hogy mekkora erővel lehet onnan levinni, mekkora energiával lehet onnan leszakítani, és amikor a kémiai folyamatokban elektronok fognak táncolni, akkor pontosan az előtte levő energetikai elrendezés, meg az utána levő energetikai elrendezés közötti különbség az, ami felszabadul mondjuk égéshőben. Ebből következik, hogy az atomnak a mérete 10^-10 méter nagyságrendjébe esik, és ebben az esetben a kémiai reakcióknak meg tudjuk mondani, hogy mekkora nagyságrendbe esik ez a rész. Abban az esetben, hogyha ugyanezt a kérdést föltesz az ember, mondjuk az egyszerűség kedvére egy atommagon belül, akkor az atommagon belül, tessék meggondolni, nem kevés proton van oda bezárva, és a távolság 5 nagyságrenddel kisebb. Az 5 nagyságrenddel kisebb távolság, ugye a távolság négyzetével 1/R² lesz arányos az erő, ennek megfelel az energetika is, és azt lehet mondani, a leglényegesebb dolog, és akkor ezzel tulajdonképpen a kérdést is megadtuk, hogy ha az atommagból szeretnénk egy protont kihozni, vagy oda bevinni, oda sokkal nagyobb energiák kellenek, azt lehet mondani, hogy 7-8 nagyságrenddel nagyobb, vagyis például valaki megkérdezi, hogy egy atombomba miért tud annyi energia felszabadulni, pusztán a ma tanult képletekkel, illetve jelenségekkel le tudjuk írni. Tulajdonképpen nem nagyon maradt hátra más, mint hogy
az utolsó kísérletet, az elbúcsúzó kísérletet megmutassam, és akkor most már tudjátok azt is, hogy a kísérlet bemutatása után, hogy nem másról van itt szó, mint hogy megmutatom, hogy ide a tetejére, a Van de Graaff tetejére most szigetelő anyagokat helyeztem, ezek konfetti darabok. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a kísérlet a takarítónéni kedvenc kísérlete, de hát úgy is mondhatnánk, hogy ezért a tanulságért érdemes elvégezni a kísérletet. Tehát Van de Graaff generátort fogunk feltölteni, meg annyi kis apró konfetti van. Amikor egy konfetti elektromosan töltötté válik, tudjuk, hogy ez egy kicsit lassabb, mint a fémek esetén, hiszen ez egy szigetelőanyag, akkor ez a jelenség jön létre, és ezzel tulajdonképpen meg is köszönöm a figyelmeteket. A bemutató tulajdonképpen most már a véget ért. A bemutató az tulajdonképpen a YouTube csatornám továbbra is elérhető lesz. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!